végzett Gerőj Tibor. Tizenkét hibapontot szerzett a hajtó. Krisztina Serleget, Radányi Néllebics Mária, az Alulövő és Környéke Lovasport Egyesület elnöke adja át. Szabó Zoltán versenybíró tűzte a díszalagot a fogatra. Ötödik helyezett lett ebben a kategóriában Kézsmárti Sándor Marcaliból. Ez 1,82 század hibaponttal zárta a versenyszámot a hajtó. Radányi Néllebics Máriától veheti át a serleget. Gratulálunk! Versenyszámban negyedik helyezett lett a mai nap házigazdája, Szalai József. 9 hibapontot szerzett a hajtóban a versenyszámban. Gratulálunk! Kétfordulós akadályhajtás, harmadik helyezettje lett a mai napon Komálovics Otto. 500-as sportegyesület színeiben versenyez a hajtós, innen is érkezett a fogad. 8,71 század hibapontot szerzett ebben a versenyszámban a hajtó. Radányi Néllebics Máriától veheti át a serleget. Szabó Zoltán versenybíró tűzi a fogatra a díszalagot. Kétfordulós akadályhajtás második helyezettje lett a mai napon Varga Szilárd Urajújfaluból. Skubrics Imre Lovasklub színeiben versenyez. Két hajtó került az összevetésben, 9 hibaponttal a második helyen végzett. És a délelőtti kétfordulós akadályhajtás nyerte Szalár Róbert. Alsó Szent Erzsébetről érkezett a fogat. Szalalövő és környéke a sportegyesület színeiben versenyez a hajtó. Radányi Néllebics Máriától, az egyesület elnökétől veheti át a győztesnek járó serleget.
Gratulálunk az akadályok győztesének! Délutáni versenyszámú egyfordulós akadályhajtás összevetéssel került megrendezésre, a vadászhajtás helyett ennek az eredmény hirdetésére kerül most sor. Ebben a versenyszámban 6. helyen végzett Szalai József. Mint megmondtuk, ő a mai verseny házigazdája. Gratulálunk! A versenyszám 5. helyezettje lett Pajs Béla. Becsőnyéről érkezett a fogadó és az alövő és környékre hasonló egyesület színeiben versenyez. Három hibapontot szerzett a hajtó ebben a versenyszámban. Radányi Nilevics Máriától veheti át a serleget. Gratulálunk! Versenyszámon 4. helyen végzett Posza Zoltán 2 helyről. Balatonnál a Kiskorú Vasklub színeiben versenyez a hajtó. Összevetésben 4. végzett. Az egyfordulós akadályhajtás 3. helyezettje lett Levics István. Részére a serleget, Radányi Nilevics Mária adját, gratulálunk! A versenyszám 2. helyezettje lett Varga Szilárd. Kóbricsi Verovás klub színeiben hibátlanul teljesítette a pályát 120,77 százados időeredménnyel. Urayúrfaluból érkezett a fogad. Az egyfordulós akadályhajtás versenyszámot nyerte Gerőj Tibor, Gerzsabár Tibor.
hibátlan hajtással, 118,14 százados időeredménnyel, délutáni versenyszámunk győztese. Győztes Radányi Lillevics Máriától, az Alalovics Törvénytől, a Sport Egyesület elnökétől veheti át a serleget. Gratulálunk!